Gyors, kitartó és rendkívül kemény. Ő Nagy Nóra, aki 19 évesen már a bahreini MMA világbajnokságra készülhet. A fiatal tehetség a Győri Egyesület színeiben versenyez, de most nagy lehetőséget kapott Kárpáti Tamástól, akit idén egy újabb feladattal bíztak meg. Az utolsó közgyűlésre neveztek ki az MMA Szövetség Érdekvédelmi Bizottságának az elnökének. Ezzel a titulussal az a célom, mivel a magyar IBSS-a testőszövetségnek is az alelnöke vagyok, ezzel a kapcsolatot, amit felhasználva a magyar MMA sokat és a magyar MMA versenyzőket és a hírüket elvigyem a világba. Tamás idén alapította a nevével fémjelzett céget, amely egyedi készítésű küzdősportruházattal és kiegészítőkkel foglalkozik. Nóri számít a márka zászlós hajójának, aki legközelebb november közepén mutathatja meg magát a sikeres bronzéremmel zárult amatőr EB után, ezúttal a világbajnokságon. Heti kb. Olyan 4-5 küzdősportedzést végzek, és emellett rendszeresen erőléti edzéseket, valamint ugye a súlytartás miatt, ami nagyon szigorúan van a VB-n, 65,80 versenyzek, és minden nap szinte kardioedzéssel kell tartanom a súlyt, emellett rendszeresen be kell tartanom az étrendemet is. Egyértelműen a világbajnoki cím a cél. Szerintem jó eséllyekkel indulok, nagyon sokat fejlődtem, úgy érzem, az Európa-bajnokság óta, és főként állóharcban szerintem. A földharc az erősségem, de úgy érzem, hogy oda fogom tudni tenni magam.